Szeretettel köszöntöm Önöket, ez a Csak a Honvéd szeptemberi adása. Beköszöntött az ősz, véget ért a szünidő. Augusztusban a nyár utolsó hónapjában is kiválóan teljesítettek sportolóink, hazai és nemzetközi pályán egyaránt. Sőt, a legtöbb szakosztályunknál elkezdődött a felkészülés a 2018-19-es szezonra. Egy rekordbajnok együttessel szemben csak is nagyok lehetnek az elvárások. A Puskás Artúr vezette honvédos kosárcsapatnak azonban leginkább türelemre van szüksége. Úgy néz ki, az eredményre vezet. A döntőbe kerülés volt a cél, ehhez képest bronzéremmel tért haza a skóciai Torna Európa bajnokságról Becsernyi és Dávid. Edzőjével együtt meséltek nekünk a siker hátteréről. A hazai rendezésű judo Grand Prix bronzérmet nyerő Karakas Hedvigről eddig is tudtuk, hogy példaképe a fiatalabb generációknak, ám ezúttal testközelből is megtapasztalhattuk mindezt. A cél nem más, mint hogy Budapest első számú kosárlabda csapatává váljon az az együttes, amely Puskás Artúr irányításával készül. Komoly igazolások és komoly szakmai munka övezi a csapat nyári felkészülését. Irány a kosárlabda csarnok, nézzük meg, hogyan dolgoznak a fiúk. Puskás Artúr egykori profi kosárlabdázóként és Puskás Artúr a férfi rekordbajnok budapesti Honvéd vezetőedzőjeként a Salgótarján elleni felkészülési mérkőzésen. Több mint 5 éve, hogy az egykori kiváló játékost kinevezték a fővárosi csapat élére. Érdemes meghallgatni a szakember akkori nyilatkozatát. A Honvéd akadémiai státusza komoly kihívás, ami jelentős felelősséggel jár. Zsoldos Andrástól ez extra szerepvállalást igényel. A tervek szerint a következő szezontól energiáinak nagy részét az utánpótlásra, a gyerekek képzésére, illetve az edzők fejlődésének szenteli. Ezért volt szükségük egy ambíciózus fiatal edzőre, aki képben van a férfi mezőnnyel. Megkerestek, beszélgettünk, felvázolták a jelent és a jövőképet, én pedig nem sokat hezitáltam. És hogy a 2018-2019-es szezonra miben változott a Honvéd? Kicsit jobb, mint az utóbbi években volt, szervezettebb, mondhatjuk így, hogy profibb. Talán a körülmények is jobbak lesznek minden tekintetben, igyekszünk lépést tartani ezzel a nagyon megerősödött piros csoport támasztotta igényeknek, illetve megfelelni a kihívásnak. Én azt gondolom, hogy jó a banda, mentálisan is, darabra is, mennyiségre is, aztán ahogy Horváth Ákos is mondtam, hogy minden a pályán dől el, de én bizakodó vagyok. Ha van valaki, aki talán még Artúrnál is jobban átlátja a dolgokat a csapatnál, az Stefán Dávid. Az biztos, hogy rengeteget változott a csapat, amióta Artúr megérkezett, illetve nekem még előtte is van tapasztalatom, úgyhogy ahhoz képest talán még többet változott az egész légkör. Talán a legnagyobb változás az idénre történt. Mindenképpen az mondható, hogy sokkal több pénz lett a sportágban, és ezért sokkal profibbak is lettek a körülmények, aminek örülünk mindenképpen. Az előző szezonhoz képest jelentősen megerősödött a keret. Érkezett az edzői stáb a Múcsai Milán és Véner Zoltán, valamint a keretbe a veterán válogatott Horváth Ákos és Debreceni Dániel. Számomra nagyon fontos az, hogy egy edzőnek van egy konkrét elképzelése velem kapcsolatban, és arról, hogy mit szeretne tőlem látni a pályán, nem csak az, hogy lesz, ami lesz, úgyhogy az Artúr ezt elég jó felvázolta nekem, nyilván ez volt a fő szempont, mellette pedig azt, hogy csapat ügyileg szeretnénk szintet lépni, és ebben rám is számítanak, mint fontos faktor, úgyhogy igazából az a két dolog volt, ami leginkább meggyőzött engem. Régóta együtt játszanak, de még a fiatalabb játékosok is már 3-4 éve azért együtt dolgoznak, ismerik az Artúrnak az elvárásait, és van néhány nagyon extrém tehetség, tehát ezek a akár U18-as korosztályban is van egy-kettő két méter fölötti olyan képzettségű játékos, akiben nagyon nagy potenciál van. Nyilván ez a, mondhatom itt mindannyiunkat, hogy mindannyiunk feladata, mind ugye rutinos játékosként, hogy ezt fejlesszük, tovább vigyük, játékosok legyenek ezekből a srácokból. A felkészülési meccsen odarakták magukat a honvédos srácok, de természetesen mindenki az idényt várja már. Na és azt, amit tartogat számukra az új szezon. Álmai mindenkinek vannak. Puskás Artúr szeretne lenni, már csak az egója, meg az arca miatt is az első Euroligát, olimpiát és világbajnokságot nyert magyar edző, de ez nem valószínű, hogy megtörténik, mivel hogy akkor lehet, hogy az asszony elválik, hogyha ennyire a kosárlabda lesz a központban, így is küzdök rendesen. Komolyra fordítva a szót, nyilván szeretnék én lenni az, aki visszaviszi a Honvédot azt gondolom, hogy megérdemelt helyére, így lassan több mint két évtizedet követően. Dolgozunk rajta, de nálam okosabb edzők mondták, hogy bizonyos lépcsőfokokat nem lehet, bármennyire szeretné az ember meg az edző kihagyni, nem lehet kihagyni.
A feljutásnak csak az említésére mindannyian nagyot néztek azért. Én ezt azért úgy gondolom, hogy ezt még célként az idei évre hát túl vakmerül lenne kitűzni. Elkövetkező idei években, néhány év múlva lehet, hogy majd ezt megfogalmazódik a Honvéd részéről, de én úgy gondolom, hogy most a nyolcba jutás a kimondott célunk is ezzel a csapattal. Az is egy szép eredmény lenne, ugyanis az első így töltött évem óta nem volt a csapat nyolcba, ez pedig 2010-11-es idényben volt, ami nem most volt. Amióta B csoportos a Honvéd, 15. szezonját kezdi meg a csapat itt a kvázi másodvonalban, még nem sikerült a legjobb nyolcba kerülni. Egyszer volt 7. a csapat, 7 évvel ezelőtt, akkor más típusú lebonyolítás volt, tehát az a legjobb eredményünk, úgyhogy nem is nagyon mondhatok mást, már csak a tavalyi 10. helyezés miatt sem, hogy cél a legjobb 8-ba kerülés. Ha a frissen igazolt horvát szavaiból indulunk ki, nagy baj nem lesz a csapategységgel. Nagyon jól állnak hozzám, szerintem sokan kevésbé ismernek. Azért itt a 18 év alatt is rácok, ugye, amikor még mondjuk én a Szolnokban játszottam, és úgy playoff elején szerepeltem, szerintem akkor még nem biztos, hogy néztek nagyon első osztályú kosárlabdát. Lehet, hogy úgy beszéltek róla, hogy majd jön ez a srác, és ez srác, bácsi, vagy nem tudom. Nincs előre beírt hierarchia, nincs előre megírt forgatókönyv. A pályán, amit mutatsz, és ahogy mutatod, az alapján alakul ki. És hogy végleges-e a keret? Ha LeBron James rálép Magic Johnson tyúk szemére, és bekapogtat ide kisírt szemekkel, hogy akkor Arthur esetleg akadna egy hely, ilyen szertáros kilépő négyes pozícióba, akkor szerintem Lujó papával összeülnénk, és nagy nehezen kigazdálkodnánk a TAO-ból. De én úgy gondolom, hogy most az elérhető magyar játékosok közül nincs olyan, aki miatt a csapatban kialakult kémiát, morált, ami egyébként azt gondolom, hogy párját ritkítja. Tehát ezt megbolygatnám. Ilyen karaktert én nem látok, úgyhogy azt gondolom, így vagyunk, hogy 25-ös kerettel ez bőven elég ilyen nagy olasz honvédos családba ahhoz, hogy dolgozunk. Mi pedig bízunk abban, hogy a következő idényben legalább olyan szép dolgokat látunk majd a parkettán, mint a lelátókon. Pontosan egy hónappal ezelőtt a glasgowi Európa-bajnokság előtt beszélgettünk kiváló tornásztainkkal, álmaikról, elképzeléseikről. Hogy akkor mennyire helyénvalóak voltak azok a gondolatok, mi sem bizonyítja jobban, mint Vecsergés Dávid kiváló Európa-bajnoki szereplése. Először az Európa-bajnokság, ott mindenképpen a döntőt akarok elcsípni. Ugye tavaly 33 ezer, de maradtam le a döntőről, ezt most nem szeretném elszalasztani. Merjünk nagyot álmodni, hát egy érem is nagyon jó lenne. A feltételes módot pedig ki is húzhatjuk a néhány héttel ezelőtti beszélgetésből. Becsernyés Dávid nyújtó gyakorlata a glasgowi torna Európa bajnokságon ugyanis bronzérmet ért. Most érült meg először úgy igazán ez a munka. Nagyon hosszú volt a felkészülés. Ja, a kiutazás előtt legalább egy 4 hónappal már elkezdtük. Ugye amikor a világkupára kiutaztunk Portugáliába, az alapozta meg az egész felkészülésnél az irányt, hogy jó úton haladunk, úgyhogy ezt próbáltam továbbvinni az Európa-bajnokságra, és nagyon boldog vagyok, hogy ez most össze is jött. A Honvédnak utoljára a nyújton 1985-ben Borkai Zsolt nyert aranyérmet. Tehát ez a következő érem, amit Európa-bajnokságon Honvéd tornász tudott szerezni. Hát nagyon vártuk, de nagyon nehéz. Ez egy nagyon nehéz sportág, nagyon, mivel pontoznak, ezért ott nagyon, nagyon meg lehet csúszni. Még akkor is, hogyha a versenyző nagyon jó fel van készülve, de most én azt mondom, hogy szerencsénk is volt, jól jöttünk ki, és a Dávid nagyon jól versenyzett. Megkönnyebbültem, hogy én mindent megtettem. A többi az már nem rajtam múlott. A döntőbe próbáltam úgy odaállni, hogy ez nem egy Európa-bajnokság, hanem egy sima mezei verseny. Próbáltam magam nyugtatni, és ez részben sikerült is, bár amikor a pódiumra felléptem, akkor egy kis izgalom jött rám, hogy ez azért már nagy dolog, úgyhogy össze kell kapnom magam, de örülök, hogy ez sikerült. Ilyenkor én úgy érzem, hogy egy edzőnek nagyon pozitívan kell gondolkodni, még akkor is, hogyha csak tényleg a legbelső álma akar valósulni, ugyanis ez kifele megy.
és lehet, hogy a Dávidnak is jó volt, hogy ennyire bíztam ebbe a dologba, de a lényeg az, hogy nekem a célkitűzésem az volt, hogy döntőbe kerüljön. Tehát valóban a portugál világkupa után, amit megnyert, akkor az nekem alap. És akkor utána jött a desszert, ugye, hogy hagyadikok leszünk, és sikerült a harmadik hely. Európa-bajnokság, világbajnokság vagy olimpiát nem lehet összehasonlítani egy világkupával, hiszen ugye a világkupára nem mindig a legjobbak jönnek el, ott nagyon vegyes a mezőny. Ugye az Európa-bajnokságon meg Európában az összes jó tornász ott van, tehát ott nincs kibúvó, ott oda kell tenni magunkat, úgyhogy ez egy hatalmas dolog volt számomra, már a döntőbe kerülés is, és ott, amikor a gyakorlatot megcsináltam, akkor hihetetlen boldog voltam. Ha 8. lettem volna, annak is nagyon örültem volna. Portugálban a világkupán ott taktikáztunk. Ott a Colmant, az egyik legnehezebb elemet kivettük, mert nagyon vágytuk más sikerre. Na most ott ha nem kerülünk fináléba, akkor nagyon rossz ízzel jöttünk volna haza. Tehát az az alap volt. És utána pedig a fináléban meg a teljes gyakorlatot csinálta azt, amit most csinált EB-n. De itt már nem lehetett taktikázni. Tehát annyi jó tornász volt, hogy a nagy gyakorlatot kellett csinálni a bejutáshoz is. Az utóbbi évek után tehát érdemes lesz újabb nevet megjegyezniük a laikus sportrajongóknak a torna világából. Egy olyas valakiét, aki ráadásul nem a magyar hagyományokat követte. A nagy hagyományoknak ugye ellent mentem ezzel, hogy ugye nem lovon vagyok a legjobb, hanem nyújton. Talán ezt a magasságomnak is köszönhetem, hogy az megy a legjobban, ott tudok a legnagyobb lendületet szerezni, illetve engem mindig is nagyon motiváltak a nagy nyújtósok a világba. Ugye nekem nagy álmom volt az, hogy egyszer a Epkével egy döntőbe kerüljek. Nagyon sok versenyen vettünk már együtt részt, de sose sikerült eddig döntőbe kerülnem vele. És nagyon örülök, hogy ez pont most az Európa-bajnokságon sikerült. Jó versenyző típus, és az utóbbi időben, most hónapokat nem, talán még éveket is mondhatok, talán egyre kiforrottabb. Tehát látszik rajta, amikor koncentrál, hogy teljesen ki tudja zárni a világot. Totálisan. Volt olyan már, hogy itt hazai versenyen a bíró már integetett neki, fölemelt, hogy menjen. Nem. Ő akkor megy, amikor befejezte a koncentrálást. Megfordul, bejelentkezik, és elindul a gyakorlatban. Próbálok úgy hozzáállni, hogy mintha mi se történt volna. Próbálok a világbajnokságra koncentrálni, hiszen ugye most megmutattam, hogy helyen van ott a világban, és megpróbálom ezt majd a világbajnokságon is megmutatni. Az pedig már szinte a nyakunkon van. Október végén Dohában gyűlnek majd össze a világ legjobbjai. Szeptember 24-e és 30-a között kerül sor a Klub Dózsa György úti telepén a 46. katonai öttusa világbajnokságra, amelyet a Magyar Honvédség, a Budapesti Honvéd és a Magyar Öttusa Szövetség szervez közösen. Az egyesület színeiben természetesen elindul a friss Európa-bajnoki ezüstérmes Marosi Ádám, valamint Tomasov Soma és Szabó Illés is, a hölgyeknél pedig Józan Beáta lesz ott a versenyen. Augusztus közepén Berlinben rendezték az atléták soros Európa-bajnokságát, amelyen a 110 méteres gátfutás döntőjében ott volt Bai Balázs is. A világbajnoki bronzérmes klasszis másodikként került a fináléba, ahol 13,55 másodperces idejével végül 8-ként zárt. Balázs egyébként a brüsszeli Gyémánt Liga döntőn is 8. lett 13,63-as idejével. Persze rajta kívül is akadt honvédos versenyző bőven a német fővárosban. A legrosszabbul Kovács Benjamin járt, aki az 1500 méteres síkfutás során esett el, és bár szó volt az óvásról, végül nem került rá sor. Az 50 kilométeres gyalogláson Benyercsán Bence 12. lett, míg Récsei Rita 25-ként zárt 20 kilométeren. Zsibócki Farkas Györgyi sérülés miatt nem tudta befejezni a hét próbát, 800 méteren már ki sem tudott állni a hilleszín problémái miatt. A nagyobb nemzetközi versenyek mellett azért akadt egy magyar szuperliga is itthon, amelyen 5 arany, valamint 3-3 ezüst és bronzérmet szereztek a honvéd atlétái. Németország mellett Portugáliára is érdemes volt odafigyelnünk augusztusban, hiszen Montemoro Velóban rendezték a kajakkenu világbajnokságot. Egyértelműen Medvecki Erika versenye volt ez, hiszen nem csak Csipes Tamarával párban 1000 méteren, de a négyes hajóban 500-on is aranyérmet szerzett.
Rajtuk kívül Balaska Márk szerzett még aranyat, 200 méteren Birkás Balázs társaként. Molnár Péter pedig a négyes hajó tagjaként nyert bronzot 500-on. A VB-t követő hazai bajnokságon aztán Medvecki rátett még egy lapáttal, hiszen 200 és 1000 méteren a négyesben, 200 méteren párosban, majd, és ez a kuriózum, vegyes párosban is nyert Balaska oldalán az utóbbi távon. Óriási sikert aratott U18-as 3x3-as férfi kosárválogatottunk, amely Európa-bajnoki címet szerzett korosztályában. A debreceni tornán a honvédos Ralf Martinez mellett Bencsik Barnabás, Mokánszki Máté és Frank Áron érte el ezt a szép sikert, a döntőben 20-18-ra legyőzve Szerbiát. Karakas Hédi egész évben úton van. Távol-keleti edzőtáborozások mellett itthon is gőzerővel készül. Számára az év fő versenye a bakui világbajnokság lesz. Tudják, vannak azok a sportágak, mint például a judó is, amelyeknél napi szinten együtt edzhetnek a fiatalok példaképeikkel. A serdülő félben lévők pedig a Honvédnál sem hagyják ki a lehetőséget, hogy a kedvencük közelébe férkőzzenek. Az ifjú lovak pedig nem is olyan régen itthon is láthatta komoly versenyen Karakas Hedviget. Hédi ugyanis nagy küzdelemben bronzérmet szerzett a hazai rendezésű Grand Prix-n. Egy nagyszerű élmény volt, főleg így, hogy érmet is tudtam szerezni. Egy hajszájam múlott a döntő, de a bronzéremnek is nagyon örülök, és tényleg a közönségnek pedig köszönöm, hogy ilyen csodálatossá varázsolták ezt az érmet. Igaz, a család ezúttal nem élőben izgult érte. Be is vált, tehát édesanyám az mondta is, hogy ő nem is fog többet kijönni versenyre, mert egy az, hogy nem nagyon bírja nézni, tehát ő például a versenyeken is, hogyha én elmegyek valahova külföldre, akkor ő direkt semmit nem néz, se az eredményeket, se semmit. Mindig azt várja, hogy én mikor küldöm az üzenetet, és mindig abban reménykedik, hogy minél később küldjem, mert akkor az azt jelenti, hogy bejutottam a délutáni blogba. Londonban például ott voltak az olimpián, és ez egy hatalmas élmény volt nekem is, nekik is, de ez egy olyan dolog, hogy tudom, hogy ők nagyon izgulnak, én abból semmit nem érzek, hogyha ott van plusz két ember, és tudom azt, hogy akkor is szurkolnak, hogyha épp nincsenek ott a helyszínen, és hát nekik ez egy nagy sok. A távol-keleti túrák pedig kulturális sokként hathatnak az emberre, de nem Hédire. Judokánk az utóbbi időben újra meglátogatta a japán mestereit és tanítványait. Sokszor gondolok rá, hogy hiányzik, főleg a munkát tekintve. Azért ott tudok egy olyan stabil női csapattal edzeni, akik húznak előre, és akik folyamatos partnert biztosítanak, ami itthon ugye hiányzik, viszont itthon lenni meg nagyon jó, tehát szeretem Magyarországot, szeretek itthon lenni, és tényleg a családom, barátaim itt vannak, de mindenképpen, hogyha csak a munkát tekintem, akkor az egy olyan dolog, amiből profitálhatok, úgyhogy mindenképpen szeretnék hamarosan visszamenni megint. Addig azonban még komoly feladatok várnak rá, hiszen szeptember 20-án kezdődik a világbajnokság Bakuban. Hát itt 10 edzésem van, ez igazából standard, tehát délelőtt-délután mindig van edzésem. Felkészülés nagyjából ugyanaz, mint eddig. Nem szeretek ilyenkor változtatni, és azért párszor már felkészültünk világversenyre. Én úgy gondolom, hogy ha komolyabb sérülés nem hátráltat, akkor tényleg egy olyan formát tudok elérni, amit szeretnék. Pláne, hogy a város nem ismeretlen a számára, 3 évvel ezelőtt az Európa játékokon ezüstérmet szerzett Azerbajdzsánban. Nagyszerű élményem van Bakuból, sőt igazából valahogy ott mindig jól megy a versenyzés, nem tudom, hogy miért. Aztánában ugye már nyertem Grand Prix-t is, és hát nagyon várom. Szeretnék már nagyon egy világbajnoki érmet. Rég volt az a 2009-es év, amikor a dobogó 3. fokára állhattam föl. VB-ről ki lesz a legnagyobb ellenfeled? Hogy látod, hogy kik lesznek? Fú, hát nagyon sokan, igazából felsorolni is nehéz. Tényleg erre nem tudok válaszolni, mert körülbelül egy 10-15-öt tudnék mondani, viszont olyanból, akit még nem vertem meg egyszer se, olyanból csak egyet. Ő pedig nem más, mint Szumija Dordsürengin. Utóbbi időben kétszer mentem vele, a tavalyi Masterson, ahol aranypontba kaptam ki, és a Jekatyerinburgi Grand Slamen, és ott is egy aranypontos hosszabbításos meccsbe kaptam ki, és
Utána találkoztam vele a Kodokánon Japánban az edzőtáborban is, ahol meg tudtam venni, úgyhogy úgy gondolom, hogy egyre jobban kezdem megtalálni azt a stílust ellen, amit kellene képviselnem, és amivel meg tudom verni őt. Úgyhogy bízom benne, hogy összetalálkozunk, mert az azt jelenti, hogy egy jó pozícióba el tudtam jutni. Persze ahhoz nem árt egy kis lazítás sem, ha már a példaképekről beszéltünk az elején. Mostanában sokat olvasok, mert hogyha van egy jó könyv, akkor az jól elbírja terelni a figyelmemet. Most például, amikor Japánba utaztam, akkor Imre Gézának a könyvét vittem magammal, ami érdekes volt számomra nagyon, és kicsit jobban beleláttam az ő pályafutásába, életébe, hogy került el idáig, és ez szerintem jó, hogyha az ember így megismer más sportolóknak, akik tényleg azért olyan sikeres sportolók, amilyen én is szeretnék lenni. Hiába, a legnagyobb a erénye a szerénység. Noé Bálint és Illyés Róbert pár nappal a portugáliai világbajnokság előtt kapta meg a lehetőséget, hogy képviselje hazánkat a kajakkenu világbajnokságon. Hogy miként sikerült ilyen rövid idő alatt a felkészülésük, hamarosan mutatjuk Önöknek. Alig fél hónappal ezelőtt négyesben indult Illyés Róbert napja Szolnokon, de párosban fejeződött be. Ezzel szemben K2-es párja Noé Bálint a párossal kezdett, majd egyesebezéssel zárta a délelőtti edzést. Ennek oka az volt, hogy a Noé Illyés egység indulhatott az olimpiai kajak 2-es 1000 méteren az augusztus végi portugáliai világbajnokságon, miután a válogatott megnyerő Mozgi Milán Somorácz Tamás duó egyik tagja doping eljárás alá került. Mi pedig meglátogattuk Bálintékat a felkészülés során. Amikor Hüttner Csaba szövetségi kapitány közölte velünk a hírt, hogy mi fogjuk képviselni Magyarországot K2 1000 méteren, akkor igazából elsőre fel se fogtam. Nem igazán izgultam, örültem neki, hogy kaptam egy ilyen lehetőséget, és bizonyíthatom, hogy olimpiai számban is alkalmas vagyok arra, hogy nagyon jó eredményt érek el. Az 1004-es ugye az nem lesz az olimpia, mert a 504-es van helyette, és ezek azok a számok, amik igazából a nagyobb érdeklődést keltik az emberekbe. A K2 1000 méter mellett eredeti számaikat sem adták fel, így és 1004-esben, Noé 5001-esben is indult a VB-n. Úgyhogy 4-esből ki, 2-esbe be. Amióta megtudtuk, hogy az 1000 párosban is indulnom kell, azóta csak erre a számra helyeztük a hangsúlyt. Elég késő jött a hír, úgyhogy már sokat nem tudtunk változtatni a felkészülésen. Igyekszünk kihozni belőle a legtöbbet, de nyilván az 1000 párosra helyeztük a hangsúlyt. Neki is kétszer kell kihajtania magát, mert az 5000 az egy nagyon kemény szám. Én fizikailag most egy kicsit fáradtabb vagyok, de hát persze ez nyilvánvaló, miután gyorsan el kellett kezdenünk a párosra is készülni, és megpróbálni mindent kihozni, amit még ez alatt a rövid idő alatt ki lehet hozni a párosból. Robival már összeültünk korábban, és korábbi évek során is tudtunk gyorsan menni. Remélem, hogy a világbajnokságon is nagyon jó formában, nagyon jó pályát fogunk evezni. Én egy döntővel már nagyon elégedett lennék, és tényleg inkább magunkból szeretnénk kihozni a maximumot. Ha bejutunk a döntőbe, akkor én már ott teljes, hát hogy is mondjam, teher nélkül fogom tudni kihajtani magamat, és megpróbálunk ott is minél előrébb végezni. Így és még Hufnagel Tibor alatt tavalyi VB negyedik hely után a júniusi Európa-bajnokságon nem jutott tovább az előfutamokból. Ezt követően ült össze Noéval, és lettek másodikak a VB válogatón. Minden szempontból más, de mind a ketten nagyon jó sztrókok. Hufinak most ez az év annyira nem jött össze, de szerencsére Bálinttal összetaláltuk, hogy összetalálkoztunk, és jó párost alkotunk, és jól megy a hajunk. Ami sokkal többet fejlődtünk a párosban, válogató előtt se volt sok időnk készülni. Most egy kicsit jobban összecsiszolódott az egységünk, és eveztünk már nagyon jó időt edzésen, úgyhogy bizakodóak vagyunk. Ezzel a bizalommal pedig akkor iránya már korábban megénekelt egyéni edzés, hiszen az 5000 méteren sem megy a kajak magától. Noé Bálint végül 5.-ként zárta az utóbbi távot, míg így és 6. lett a 4-es tagjaként 1000 méteren Tóth Dáviddal, Bogár Gáborral és Czeiner Benjaminnal egy hajóban ülve.
együtt pedig végül a 13. helyet csípték el Portugáliában, de biztosak vagyunk benne, hogy lesz ez ennél még sokkal szebb is a jövőben. Mai adásunknak ezennel vége, de ne felejtjék, egy hónap múlva várjuk Önöket a képernyők elé. Addig is sportoljanak rendszeresen! Beköszöntött a nyár.